Na, sziasztok! Hajni vagyok. Ez lesz az első olyan videó, amiben a hangomat is adom ahhoz, amit láttok. Ezt a zöld erdőben jártam képet fogjuk együtt elkészíteni. Viszont egy kis csavar lesz, mert igazából ez bármilyen színben nagyon-nagyon mutatós tud lenni, úgyhogy én most úgy döntöttem, hogy kék árnyalataiban fogom elkészíteni. Ugye semmi másra nincs szükség, tehát mondom az eredeti képet, itt minimum kettőféle zöldet használtam, itt sötét és világos kék fogja most helyettesíteni ezeket, illetve fekete és fehér festéket, ugye itt is meg lesz a fekete, illetve a fehér, valamint citromsárgát is vittem bele. Itt a citromsárgát a piros fogja helyettesíteni egy kis csavarral, mert lilát fogunk belőle majd együtt keverni. Amire még szükségetek lesz, egy vizes edény, én egy nagyon régi bögrét választottam, egy vastagabb, egy ecset, jó bármilyen, illetve egy vékonyabb ecsetke. Akinek van otthon, az ilyen legyező ecsetet is nyugodtan magához vehet. Ezzel készítettem el egyébként a fáknak a kis lombját. Akinek nincs, az ne essen kétségbe, ugyanis nagyon egyszerűen mutatom, vastag ecset, és szépen szétnyomjuk. Már is van legyező ecsetű, igaz, ez a maszatosabb verziója a dolgoknak, tehát víz, festékek, ecset, egy papírtörlőt is bekészítettem, hogy a felesleges nedvességet, illetve festéket ki tudjam törölni, és szükségetek lesz még egy vászonra, illetve kartonpapírra, vagy bármilyen vastagabb papírra. A festéknek legoptimálisabb, ha akrilfestéket használtok, de itt lehet mindenféle egyéb festék. A lényeg, hogy élvezzétek, amit csináltok. Az első mozdulat a legyező ecset kivételével, mind a két ecsetemet bele helyezem a vízbe. Amit láttok nekem ide, fel van már vázolva az a kis emberke, aki megy befelé az erdőben, hát elárulom, hogy ez rólam készült, én vagyok a képen, illetve egy fotóról van átvéve maga az alag. Tehát ha valaki nem szeretné ezt a kis figurát rá, nem muszáj, gyönyörű úgyis a kép. Ha valaki magát szeretni, az nyugodtan majd elkészítheti saját magát rá. Nyilván nem kérem, hogy mindenki az én kis habtestemet fesse meg a kis vásznára. Ha megvan, a legnagyobb ecsettel fogunk kezdeni. A felesleges vizet mindig kihúzzuk, amíg tiszta, addig használhatjuk a vizes edényünk szélét. Ha már elkezdünk festeni, akkor inkább a papírt önönítassuk a felesleges nedvességet. Az első mozzanat, hogy a legnagyobb ecsetünket ebbe a világos kék színbe mártjuk. Nem sajnáljuk, nem vagyunk fukarak, ha már festünk, festünk rendesen, és semmi más dolgunk nincs, csak szépen, körkörösen, mintha tojást festenénk. Rámegyek a vázlatomra is, és festünk rá egy nagy kék tojást. Eddig szerintem semmi nehézség nincs a képben. Látjátok, nem bogaráztam, nem dolgoztam el, nem finomkodtam szét a képen. Aki szeretné egy pici fehéret, tényleg nagyon minimálisat rakhat az ecsetére, és ezzel még jobban a tojáskája közepét szépen ki lehet világosítani. Finom, gyors, határozott mozdulatokkal kell dolgoznunk. Próbáljátok meg, higgyétek el, sokkal kevesebb a hibázási esély, mert az anyatoknak nincs ideje felfogni, hogy
mi is történik itt. Visszanyúlok ebbe a világos képbe, és egy kicsit megnövelem a tojásomat, viszont már az előző fehérre, a szélére szépen rá fogom vezetni a kezemet. Addig kell simogatnunk, míg az átmenet az egy ilyen nagyon finom, nagyon halvány átmenetet képez, mint az ombre haj a hölgyeknél. Ha ez megvan, akkor ki lehet öblíteni az ecsetet, és attól függ, hogy mennyire szeretnétek sötétre a képet. Látjátok, nekem körülbelül 2 ujjnyi helyem van. De én szeretem a sötét színeket, tehát a sötét kékkel szépen elkezdem beteríteni a vásznam többi részét. Mindenhol rámegyek a találkozó pontokra. Ha van felesleges festék az ecseten, akkor szépen kitörlöm, és ahol találkozik a két szín, ott, ha végighúzom ezt a kitörölt ecsetet, akkor nagyon-nagyon szépen ki fog magától alakulni ez nagyon-nagyon szép szín átmenet. Tehát tényleg itt semmi más dolgunk nincs. Jobbról is, balról is. Közben arrébb rakom a kis zöld tojást, mert nem akarok felesleges kék foltokat látni benne, és szépen elkezdem összesimogatni. Hát az előző az egy tavaszi erdő volt, itt inkább egy ilyen hideg, sötétebb, téliesebb, vagy tényleg akár éjszakai erdő alakul ki a szemeink előtt. Ha valakinek túl világos, akkor menjen rá nyugodtan a kékkel, a világos. Ha valakinek túl sötét, akkor világosítson. Tehát mind-mind rajtatok múlik, hogy mennyire akarjátok sötétre, vagy világos a képe, illetve, hogy milyen színnel dolgoztok. Mutatom, a vászon szélei hát nagyon csúnyák tudnak lenni, ha fehér marad, úgyhogy szépen ezt is a sötét kékemmel szépen lekenem. Semmi ördöngősség nincs benne, csak egyszerűen, picit, finoman lekenem. Néha megitatjuk azt az ecsetet, ugye? Érzitek majd, mikor víz kell, higgyétek el, ha már tapad, ha már ragad, ha már nem tudjátok szépen elkenni a festéket, na, akkor jön az a pillanat, hogy igenis itatni kell. És akkor teljesen levisszük az aljára. Ne ijedjetek meg, aki esetleg figurát szeretne, tehát nekem tényleg csak csalásként van együtt, el fogjuk amúgy készíteni, aki szeretné, aki nem, pedig nem, ezért teljesen én is lefestem ezt a figurámat. Szép, nagy, íves ecset mozdulatokkal. Ha valahol úgy gondoljátok, hogy ó, hát a manóba, oda már másik kéket szeretni, akkor vissza lehet nyúlni természetesen másik kékbe, akár fehérbe is, és szépen lekenjük. Én is itatom azért elég sűrűn ezt az ecsetet, mert nem igazán szeretem, ha ragad, és higgyétek el, hogy ti se fogjátok szeretni, sokkal-sokkal könnyedebb dolgotok van, ha szépen adtok neki egy kis nedvességet. Látjátok, én is kenek még rá egy kis világos kéket, hogy ne legyen már olyan komor, sötét. Nem kell félni, hogy esetleg valahol olyan nagyon-nagyon csíkos marad, hisz ahol nem egészen tökéletes a festék, oda fát fogunk rakni, vagy bokrot. Tehát
nem kell egyből megijedni. Nem az a lényeg, hogy feszengjünk, hanem tényleg az, hogy jól érezzük magunkat. Egy kicsit kikapcsolódjunk, hogy egy kicsit kiragadjuk magunkat ezekből az unalmas, sötét hétköznapokból. Bármár lassan itt a jó idő, úgyhogy szerintem mindenki egy kicsit azért boldogabb még akkor is, ha ez a jó idő nem feltétlen azzal jár, mint mondjuk tavaly ilyenkor. Írjátok meg nekem, hogy ti mit szoktatok egyébként csinálni, mikor unatkoztok, vagy unatkoztok-e egyáltalán. Én annyira nem szoktam. Tehát a képünk alapozása az maga ennyi lenne. Tehát belülről indultunk, és kifelé növeltük a hátterünket. Itt még azért ecsetöblítés mellett. Ha úgy látjátok, hogy ó, az a belső rész nem az igazi, és mégiscsak máshogy szeretnétek, semmi probléma. Én is egy picit belenyúlok egy világos kék-fehér mázzal az ecsetemre, és egy kicsit megnövelem ezt a fényforrást. Ugye itt fog beérkezni az erdőnkbe a fény. A fény az éjszakába. Szépen végig dörzsölöm egyébként a képet is. Tehát nem feltétlen zárkózom el attól, hogy kivilágosodjon ez a kép. Festés közben, ha valami esetleg túl gyors, akkor nyugodtan állítsátok meg, tekerjetek vissza. Látjátok, tehát az én kis új lenyomatom, az úgy szépen ott marad, de mivel a festésnek az a lényeg, hogy bármi javítható, bármi mozdítható, amíg friss a festés, ezért nem esek kétségbe. El is készült ez a alap. Szín. A következő pedig az lesz, hogy fel fogjuk helyezni a fákat. Itt igénybe vesszük a vékonyabb ecsetet. Nem feltétlen szükséges ilyen nagyon vékony ecset. Lehet, ha egy kicsit vastagabb, ezzel is gyönyörű. Most meg is mutatom, ezzel fogok fákat húzni. Itt is hátulra fogunk építkezni előre. Az első dolgunk világos kékben, semmi másban, sima világos kékben nyomjuk az ecsetünket, és egyenes fákat fogunk húzgálni. Ha nem egyenes, az sem probléma, hisz a természetben kilátott már olyan fát, hogy vonalzó mellett nőjön. Tehát egy pár világos kéket nyugodtan, ahogy kedvetek szottyantja éppen. Szinte teljesen lemegyek a vászon aljáig, viszont a tetejére meg teljes mértékben felhúzom ezeket a fákat. Nem tudom most, hogy őszinte legyek, mi látszik a videón, mert hát én semmit nem látok belőle. A videón, egyébként a vászon látom. Ha ez megvan, akkor egy nagyon nézzétek csak, mennyire minimális sötétkéket raktam az ecsetemre. És most ez a világos sötétkék keverékével szintén húzgálok be egy pár fát. Ők lesznek ugye a hátsó fáink. Nem is tudom az eredetiben egyébként mennyi fát húztam, vagy mennyit nem. Nem tudom, igazából mindig is szerettem fákat festegetni. Itt is egy. Tehát most már látjátok, hogy valami kialakulóban van. Ha ez megvan, kiavítjuk az ecsetünket. Láttátok, tehát nem a legvékonyabbal dolgoztam. És akkor most a feketébe is nagyon picit belenyomjuk, és ki kell választanunk, hova kerülnek azok a fák, amiket vastagabbnak szeretnénk. Én azt mondom,
hogy egyet rakok ide a szélére. Egyet rakok ide mellé. Ha elfogy a festék, akkor nyugodtan, kreatívan, önállóan újra belenyúlhattok a fekete festékbe. Kettő-kettő felhoz, mit szóltok. Figyeljünk arra, hogy ezek azért ne legyenek olyan nagyon vastagok, de nem baj, ha nem tökéletesen véznek. Tehát semmi probléma. Vastagítani ezután fogunk. Ugyanúgy fekete a színünk, és egy picit megvastagítjuk ezeket a fekete fa törzseket. Az ecset élével dolgozunk. Tehát ugye egy ecsetet, főleg ezt a cicanyelv ecsetet, kettőféleképp tudjuk használni. Egy a lapjával, illetve egy az élével. Tehát szépen megvastagítom ezeket a kis fácskákat. Nem viszem túlzásba, hanem tuskókat vagy hódrágta fákat szeretnék, hanem tényleg szép, kiegyensúlyozott fákat. Ha ez megvan, akkor igazából már lehet tapsolni magunknak, hisz fél siker. Most kellene elővenni, ha van legyező ecset. Én megsúgom nektek, egyébként nekem nagyon sok ecsetem van, nagyon sok legyező ecsetem is, ami direkt festő ecset. Nekem ez egy, hát ilyen műkörmös készletből kimentett ecsetke, és én azt imádom. Tehát én mindig ezt szoktam használni, ha legyező ecsethez kell első körbe nyúlnom. Tehát akinek van, az nyugodtan használja a legyező ecsetet. Akinek nincs, annak most jön egy kicsit a nehezebb rész. A nagy ecsetünkből teljesen ki kellene törölnünk a vizet. És szépen szétnyomkodni a szűrét, amennyire csak lehet. Ez ecset kínzás, tehát normál körülmények közt nem biztos, hogy javasolnám, de most legyező ecset készítés tanfolyam. Kicsit szétálljon a szűre, látjátok? Már is hasonló a formája. És semmi más dolgunk nincs. Itt is ugyanúgy fogunk kezdeni, mint a fáknál, tehát a legvilágosabbtól a legsötétig. Világos kékbe rakom. Látjátok, nem teljesen beletunkom, csak egy kicsit a végére. És szépen, finoman. Hölgyek, mintha valami finom púdert tennétek fel az arcotokra. Akik már egy kicsit járatosabbak a sminkelésben, azoknak biztos ismerős lesz a highlighter felhelyezése. Tehát finoman, nem sminkelek, de sok ilyen videót nézek. És finoman elkezdjük középre bepacsmagolni ezt a világos kéket, illetve ide a fekete fákhoz is egy párat finoman, óvatosan. Ha ez megvan, akkor utána jöhet a sötétebb kék, természetesen rá dolgozzuk. Hogy éppen jól esik, lehet forgatni ezt az ecsetet, ki milyen fát szeretne, lehet fenyőfával is megoldani. Fenyőre is egy kis ágasbogra. Kicsit igen más hangulata lesz, mint a tojásosnak, de lentre is. Fekete fák köré is egy kicsit oda nyomkodjuk az ecsetet, és most nem kezdjük el felrakni a feketét, hanem szépen, ugye, hol abba hagytuk, itt egyébként körülbelül én 3 ujjnál hagytam abba a fásítást, szépen ide lentre is V alakban elkezdek lefele
először világos kékkel. Picit fel fogja szedni a feketét, mert nem vártam meg, hogy megszáradjon. De minél több szín jelenik meg a vásznunkon, annál klasszabb. És ezeket a kis seprű végeket, ezeket próbáljuk meg egyébként eltüntetni, hogy fa-szerű legyen. Tehát szépen haladunk V alagú, és végig-végig leütögetjük ezt a kéket egészen a vászon aljáig. Majd ugyanez a helyzet a sötét kékkel. Szépen, mintha remegne a kezünk. Ahova esik. Ilyen szép kis, látjátok, hogy én a figurának hagytam ki egy kis helyet. Aki szeretné, az nyugodtan, úgy, ahogy én csináltam, egy pici helyet úgy hagyjon neki, de egyébként, aki nem szeretné ezt a figurát, az nyugodt szívvel össze is tapogathatja ezeket a kis bokorkákat. Na, szupi. Én őt kivenném a képből, hogy ne legyen útba. Lehet, hogy megváltoztak most a fényviszonyok egy kicsit, mert volt egy rövidecske, szünetecske, de folytassuk is a festményt. Szóval felkerült a háttér, a fák, a lombkorona, illetve a kis bokrocskák, és most szintén bokrocskázni, levelecskézni fogunk. Az ecsetünknek, akinek van legyező ecsete, a legyező ecsetét, akinek nincs, az értelemszerűen a kis másik ecsetének a leges-leg hegyét kell, hogy bele tegye a fekete festékbe. És szépen elkezdjük befeketíteni ezeket a lombocskákat. Ezt is nagyon finoman, mintha csak tényleg leveleket helyeznénk fel. Próbáljuk meg úgy, hogy ne igazán legyen rendszer ezekben a levél elhelyezésekben, ugyanis a természetben sincs annyira nagy rendszer, tehát finoman haladunk egyik fáról a másikra, akár le is lehet egészen menni. Illetve áttérünk a kis másik fácskánkra. Ezt is szépen finoman oda levelecskézzük. És már is elkezd kialakulni. Jaj, már bele is csempésztem egy kis pirosat. Így jár az, aki túl közel helyezi el a festékeket egymáshoz. Ilyenkor nem kell megijednünk, kimossuk az egyik ecsetünket, és szépen egyébként fokozatosan le tudjuk szedni az esetleges nem kívánt szint. Ez az első variáció. A másik variáció pedig ugye az, hogy várunk egy kicsit a száradással, és utána értelemszerűen újra feltesszük rá az íre a pontot. Tehát látjátok, hogy nem kell túlzásba se esni a feketével, viszont nem kell nagyon finomkodni sem vele, különben nem igazán lesz bokor, illetve fa hatása. Tehát az a következő lépés, hogy szépen befásítunk, megyünk egészen lent. A következő, ha megvannak a kis leveleink, ugye ennek egy picikét száradnia kell, viszont lent is van, tehát a fa tövébe. A legyező ecsettel egyébként könnyen, mert ha szépen oda nyomdázzátok, mint gyermekek szokták a krumplival, vagy tényleg ezekkel a nyomdákkal, akkor gyönyörűen kiadja azt a formát, amire szükségünk van. És ott is jobbról, és balról, és balról, és jobbról is egy kicsit. Illetve a vászon szélét. Én a vászon széleket egyébként szeretem mindig sötétebbre festeni. Ennek az az oka, hogy egy kicsit azért optikailag
a témára viszi a hangsúlyt. Aki nem szeretné ennyire sötétre, azt megnyugtatom, hogy még jönnek bele a kis fehér csillanások. Két opciónk van. Vagy keverünk magunknak egy lilát, mindjárt megmutatom. Mivel kékkel dolgozok, én ezért lilát fogok hozzá keverni. Egy picit az egyik kékből és egy picit a pirosból össze keverek, és akkor kapok egy ilyen milka lilát, teszek hozzá még másik kékből. Attól függ, ha hidegebb lilát szeretnétek keverni, akkor a kékből kell több, illetve a melegebb lilát szeretnétek, akkor értelemszerűen a pirosból kell több. Ha valaki rózsaszínre szeretné, akkor ez vagy nyomj egy kis rózsaszín temperát, akrilfestéket, vagy bármilyen másik festéket, vagy piros és fehér kombinációjával rózsaszínt keverhet. Tehát én az alábbit választom, most nekem nagyon szép rózsaszínem van, és egy picit ezzel a rózsaszínnel, nem sokat, csak éppen, hogy csak bele tapogatom az ecsetem hegyével. Továbbra is a legyező ecsetemmel dolgozom. Fel fogja szedni a feketét. Tehát ha valaki nem szeretné ennyire sötétre, az nyugodtan mosson sűrűn ecsetet, illetve ha meg szeretnétek állítani a videót, akkor igazából meg is lehet állítani, és egy picit száradni, meg ihattak egy teát, egy kávét, vagy bármi mást. Közben én itt beárnyékoltam magamnak, és be is állítom, hogy esetleg, ha valaki nem látná annyira. Ha véletlen nem igazán szeretnétek be ezt a rózsaszínt, akkor sincsen semmi probléma. El lehet tapogatni egy kicsit a feketével, vagy ha kéket szeretnétek, világos kéket, akkor kis világos kéket is lehet még ide az árnyak közébe tapicskolni. Tehát attól függ tényleg, hogy ki milyen lelkivilággal rendelkezik, ki mennyire szereti a színeket. Alulra is rakok még egy kis világos kéket, mert nem szeretnénk olyan nagyon sötétre. Aki úgy gondolja, hogy nem szeretne figurát ugye középre, az nyugodtan bent húzgálhatja ezeket a kis bokrokat, viszont aki figurát szeretne, annak az egyel vékonyabb ecsetre kellene váltania, és nekem könnyű dolgom van, mert ugye felrajzoltam egy viszonylag még mindig, ha közelebb viszem, akkor talán ti is látjátok, egy viszonylag jól látható figurát. Tehát, mint említettem a videó elején, én szereplek a képen. Javaslom, hogy nagyon halványan grafitceruzával mindenki rajzoljon egy számára tetsző kis figurát, ami tényleg olyan, amilyet ő szeretne. Én fogok egy angolos filcet, és most megmutatom, hogy én hogy rajzolom. Egy kalapos hölgyről beszélünk, tehát rajzolok egy kis gombócot. Aztán rajzolok egy nagyobb gombócot. Így el is készült a kalap. A kalap tetejére egy pici fejbumbocskát, és végül megrajzolom a két karocskámat, illetve a kis ruhámat. Valamint rajzolok neki két apró lábacskát. Látjátok, nem kell komolyan venni, nem vészes. Tehát mindenki olyan figurát, ha valaki cicát szeretne, cicát rajzoljon, ha valaki kutyát szeretne, kutyát rajzoljon. És ha ez megvan, ugye a kalap az marad eredetileg ilyen vékony ecsetten, nyugodtan át lehet húzni ezeket a kontúr vonalakat.
Finoman nem hajt a tatár. Próbáljátok meg a festéket, a fekete festéket egy picit felvizezni. A kis sminkel, most már azt kezdem úgy érezni, hogy a sminkelősöknek kedvez ez a videó, de higgyétek el, nem. Viszont a kis sminkel az biztos tudja, hogy milyen állaga van egy igazi jó szemhéjtusnak. Pontosan ugyanazt az egy állagot kellene elérni, mint egy jófajta szemhéjtus, sokkal könnyebb vele dolgozni. Nyilván, ha már elkezd sűrűsödni a festék, akkor egy pici vizet nyugodtan hozzá lehet adagolni. Nem kell komolyan venni egyébként ezt a kis figurácskát. Én a figurának a nadrágját már most azonnal befestem, tehát akinek nincs ilyen hegyes ecsete, ne jegyen meg. Bármelyik másik ecsettel is ugyanúgy lehet. Élére fordítjuk, és gyönyörű-gyönyörű vékony vonalat húzni. Tehát befestem egyszerűen feketére a kis figurám nadrágját. A feje búbját is befestem feketére, mert mondjuk ezért most egy sötét hajú lányka lesz. Tehát már azért most látszik, hogy ott valami figura van, de a felsőjét én úgy döntöttem, hogy ilyen kis szép fehérre, finom, apró mozdulatokkal befestem. Az se probléma egyébként, ha egy picikét felszedi a festéke. Minél több szín van a vásznon, annál jobb. És rávisszük egészen a naciára. A kalap, ugye a kalapnak is egy pici szint azért adunk. Kimossuk az ecsetet, és kitöröljük belőle az összes felesleges festéket, és egy nagyon pici fehéret, tényleg nagyon pici fehéret adok az ecset, és ezt is letörlöm a papírtörlő, és csak a kalapnak a szélére, mintha firkálnék, mintha unatkoznék, szépen körbe össze firkálom, illetve még egy pici fehéret adagolok rá, és a leányzó feje búbjára is ebből a pici fehérből berakok. Finoman csak oda ütögettem, illetve a cipőjét is picit befehérítem. Ugye még elég sötét, elég komor ez a kép. Aki szeretne, nem kötelező, szabadon választható, egy pici fehérrel be lehet még legyezőet csetezni a kis fáknak a levelkéjét. Válasszuk ki, hogy vagy alulról, vagy felülről fehérezünk. Próbáljuk meg úgy, hogy nem minden irányból, mert akkor most már eléggé kaotikus lesz ez a hangulat. Csak egy párat. Kicsit. Kicsit színesebb lesz, mint a zöldként. Jöhetünk lefele is egy picikét, megütögetjük. Ha véletlen túl világosítottuk, akkor rakunk bele egy kis feketét. Előfordulhat, hogy szépen komótosan, de eltüntettük a kékeket. Semmi probléma. Visszamegyünk, és bármikor vissza lehet nyúlni egy-egy színnel. És igazából el is készültünk. Amit még esetleg meg lehet tenni, ha valakinek van arany, vagy ezüst festéke, tehát az eredeti zöldön, biztos látjátok,
hogy én már kentem egy kis arany festéket a fákra. Itt lehet, hogy most nem is aranyat fogok használni, hanem majd egy kis ezüsttel megkenegetem, de igazából ennyi lenne ez a nagyon egyszerű, nagyon gyors kép. Lehet még szépítgetni, lehet még rajta alakítani. Ilyenkor már egy kis szürkét ugye, bele lehet kenni. Ilyenkor már mindenki saját szájízének számára alakíthatja. Itt már bátrabban bánunk, gondolom, a festékkel, az ecsettel. Tehát itt már mindenki egy kicsit nagyobb bátorsággal nyúl majd a kép végéhez. Ilyenkor szokott lenni az, hogy most már tudom, hogy mit tennék másképp. Úgyhogy én rátok bízom, hogy alakítsatok rajta, viszont meg szeretnélek kérni, ha megfested a képet, vagy megfestitek, akkor legyetek olyan kedvesek is, és küldjétek el nekem, hogy lássam, hogy milyen képek is születtek. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat, jó festegetést kívánok!